סייגה, נמג'נה של הקיה צ'ק שורו מיליטם מינה פסמאי שרי גורבי נמה ג'איה שרי קרישנה צ'יטניה פרבו ניטיאננדה שרי אדווייטה גדת הרה שרי וסעדי גורה בקטה ורינדה Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Jó, akkor itt most beszél, olvashatunk, hogy különböző joga folyamatokról, lelki fejlődést és lelki tisztulás össze van hasonlítva, gyána joga, akkor milyen joga még van itt? Gyána, gyána, astanga, bhakti joga, ugye ezek? Misztikus jogat is Srila Prabhupát magyarázza. Igen, és látjunk, hogy a folyamat egyféle dolgot tartalmaz, hogy elkülöníteni érzékeket az anyagi tárgyaktól, élvezett tárgyaktól, hogy megnyugodjon az elme. Ugye a probléma az, amikor az ember mondjuk alateszi magát az anyagi világ hatásának, akkor csitta vritti, ugye lesz csitta vritti, ugye az ember elveszíti a nyugalmát, békességét, és elkezd stresszelni, jönnek a cunámik, sok minden probléma, és boldogtalan lesz. Habár maga az elme, a természete szatva, ugye ő békés és jóságos, amikor teremtés folyamat történik, akkor az elme az a szatva gunával teremtve van, ami érdekes, mert az intelligencia az a rajaguna. Pedig mi akarunk mindig intelligenciát használni, hogy elmét megnyugtatjunk. Igen, így működik, de az elme tud lenni szatva gunába, hogyha nincsen kapcsolatban anyagi világgal, vagy nincsen hatás alatt. Sőt, még jobb, amikor transzcendentális szintre kerül az elme. De mivel elme nem tud lenni mozdulatlan, ezért mindig hatás alá van, mindig kapcsolatban van anyagi világgal, és akkor jön citta vritti, hullámok az elmébe. És a minden jógának, amit megerősíti a Patanjali Muni, azt mondja, jogás, citta vritti nirodha. Hogy a minden jógának a célja, hogy megnyugtatni az embernek a tudatját, az elmét, ugye, vritti, nirodha, ugye, hogy legyen békés és kiegyensúlyozott az elméje. És itt mondja, hogy pont mi a folyamat, és Srila Prabhupát így kifejti magyarázatban, a folyamat, ez pont, hogy meg kell szüntetni kapcsolatot az anyagi tárgyakkal, ami miatt ember sose lesz kiegyensúlyozott és békés, nem lesz harmónia, mert mindig lesznek hatások. És ezért gondoltam, hogy hasonlítsunk össze a folyamatok, különböző joga folyamatokat, hogy lássunk, hogy Srila Prabhupát itt ugye pártolja melyik jogát. Bhakti jogát. Igen, bhakti jogát. Na most ő csak úgy mondja, mert ő abba a családba született, és akkor természetesen akkor tudjunk, mindenki mondja, az én városom a legjobb, az én vallásom a legjobb. Most Srila Prabhupát csak azért, mert ott született, vagy Srila Prabhupát azért tud ezt mondani, mert ez így működik, mert ez így van. És akkor most tudjunk, megpróbáljuk ezt együtt megvizsgálni. Egyszerű dolgokkal megyek rajzolni, vagy írni. Lila Suka Prabhu, teszt alatt vagy. Kemény, hosszabbító, igen? Hát van több joga, van a karma joga is természetesen.
Ott ugrálnak ilyen dolgokat, a hangot mutatja? Igen. Jó. Köszönöm szépen. Szóval van többféle jóga, hogy általában ember kezdi, mielőtt jógát elkezdi gyakorolni, első fő lépcsőfok a fejlődésnek, vagy mondjuk az állati szint, amikor ember tatál, alá van rendelve anyagi energiának, és átéli minden fájdalmat és szépséget, ami nagyon ritka a szépség, inkább több a fájdalom. Ugye ez az állati szint, mikor ember azt gondolja, hogy befejeztem iskolát, és csak neki állok élni. Ugye, és tapintásra boldog lehetne, szeretnék lenni, nem ismerem, hogy vannak törvények a világban, és akkor ezt csinálom. Ezután az ember, mikor találkozik betegségekkel, elromlanak a kapcsolatok, mert ő nagyon egós lesz, önző lesz, mindenkit kihasználja, szóval sok-sok problémával fog ütközni, akkor milyen szintre kerül az ember? Rájön, hogy vannak törvények a világban, és ahhoz, hogy legyek boldog, akkor nekem meg kell ismerni a törvényeket. A spekuláló ember ezoterikus lesz. De ember, aki egy kicsit tisztább, ő fog keresni olyan törvényeket, amelyeknek van egy biztos koordináta, amihez lehet mérni. Mert csak spirituális világban spekulálnak emberek, szerintem így, szerintem úgy az elvek, de a védikus írások, ugye ez a, mint a tengerben van, milyen torony? Világító torony, ami adja a koordinátát, hogy ne ütközünk neki a világnak. Ezért ember elkezd gyakorolni karma kandát, ugye? Ki tud mondani, mit jelent, hogy karma kanda? Tessék? Igen, igen. Gyümölcső. Ő akarja ugyanúgy élvezni, ugyanazt akarja, csak védekot elfogadja, mert védek mondanak, hogyha szeretnél sok pénzt, akkor ilyen jagját kell végezni. Mert védek megmagyaráznak ilyen embernek, hogy áldozat nélkül nincsen stabil semmi. Semmi nem tudsz elérni áldozat nélkül, minden áldozat keresztül fog történni, és akkor mondja, még hogy asztrológushoz elmegy az ember, akkor asztrológus mondja, Szaturnusz, mit csináljuk? Áldozatot csinál, mit? Etesd meg a varjukat, fekete ernyőt ajánljál a brámanáknak, és akkor így tovább, és így tovább. Vagy valamikor a majmukat etesd meg, és valami áldozatot, ugye? És ez a karma kanda. Itt mivel, ki tud mondani, mit képviselnek a védák? Krisnának az akaratát. Ugye? Hogy mondja Bhagavad Gita-ban Krisna? Hogy én vagyok védáknak a célja. Ugye? Hogyha minden védenek a célja engem megismerni, hogy felfedezni. És hogyha és a védák képviselnek ebbe a világba Istennek az akaratát, az az ember, aki követi a akaratát Krisnának, mi történik a szívével? Tisztul. Ilyen ember, persze innen kellett kezdeni fölfele rajzolni, de fogadjuk, ez most fölfele megy, jó? Mert lelki világban az lehet, nem? Mi lelki világban vagyunk, lent az fönt, ami fönt az lent, akkor elkezd gyakorolni karma jogát. Nem fogok belemenni most az egész karma jogába, a szakama karma, niskama karma, ezekben nem megyünk, mert inkább ezeket a joga gyakorlatokat szeretnék megmutatni, csak hogy hogyan lép ki egy kicsit ember egyszerű életből tovább. És a karma joga az azt jelenti, hogy én már szeretnék a gyümölcsből áldozni is. Nem csak áldozatokat végzek, hanem gyümölcsöt áldozok, hogy tisztuljak. Itt már egy kicsit motiváció változik. Én még vannak vágyaim, teljesíteni szeretnék, de tisztulni is akarok, és szeretnék áldozatot végezni, és szeretnék áldozni a gyümölcsömből. És akkor ott van két fokozat, de lényeg, hogy itt még jobban tisztulni kell ezt a karma jogán ember, ugye, mert Bhagavad Gita-ban második, harmadik fejezet, főleg harmadik karma jogát javasolja Arjunának Krishna, hogy akkor végezd, és ez is egy jó tisztítás, és a gyána joga az csak utána kezdődik. Szóval azért, hogy itt a gyána jogát magyarázza, de gyána joga az nem az első.
Ez már, hogyha mondjuk karma kanda után, karma yoga, utána sakama karma yoga, niskama karma yoga, ez adja megvalósításokat embernek, pont, hogy ki az egész, és így tovább, és utána képes lesz gyána joga gyakorolni, mert gyána joga lemondás nélkül nem lehet. Karma joga családosoknak való, gyána joga családtalanoknak. És most nézzük meg, elértünk itt gyorsan-gyorsan a gyána jogát, a dhyana jogát, a bhakti jogát, misztikus jogát, most erre a szintre kerültünk. És már látjunk, hogy első lépés, hogy ezek a jogák, mint fel vannak sorolva, nem Krisna völgyeknek való. Miért? Most nézzünk meg együtt, jó? Végül minden joga, fogjunk az egyszerűt, az ashtanga jogát. Ugye mindegyiknek van egy kis különbség a cél, valahol cél a Brahman beleolvadni, ami Srila Prabhupád nagyon szépen vagy felvilágosodott, vagy megmagyarázta, valahol paramatmát elérni, de nézzük meg ezeket a mechanikus jogákat, mert ez mechanikus joga. Ugye akkor Patanjali Muni mondja, ugye, hogy yoga, így, yoga, citta, vritti, nirodha. Hogy a jogának ez a lényege, hogy az elme megnyugodjon. Ez nem a fő célja, természetesen első lépése. Mert csak akkor lehet fejlődni, mikor ez elérte. És akkor nézzünk meg, most az Ashtanga Yoga példán ugyanaz fog történni, hogyha valaki gyánán a tudáson meditál, tanulmányoz, az ugyanolyan mesterséges eredményeket fog okozni, de nézzünk a Ashtanga Yogát. Mit jelent, hogy Ashta? 8. Anga? Ág. Ág, rész, fokozat, sok mindent lehet mondani. És akkor jó, hát megint ez úgy lesz, hogy ez fölfele megyünk, jó? Csak így nekem könnyebb így rajzolni, írni. Mi az első, hogyha 8 ágazat, mi az első ágazat? Ha? Yama. Yama. A másik? Niyama. Harmadik? Asana. Nem írok ilyen, hogy hívják őket, mert én sem tudom pontosan. Asana, negyedik, pranayama. Jó, utána ötödik, pratyahara, igen. Pratyahara. Hatodik? Ha? Dharana. Itt vannak nagy jógik. Hetedik? Hogy? Dhyana. Nagyon jó. És a nyolcadik? Nem szomár. Samadhi. Hi. Jó. Akkor ugye mostani világban rögtön aszanával kezdenek, hogy ez egy jóga, de tudjuk, hogy ez nem jóga. Most nézzük meg, hogy mi a jóga. Akkor egy ember megint van neki ez a citta vritti. Probléma, nem tud koncentrálni. Van sok trauma, amit kapott élet során, itt megbántották, itt még valamit is, nagyon-nagyon sok trauma, akkor fél, zárkozott, antiszociális, meg tudjunk, hogy milyenek vagyunk. Mindenkinek másféle hullámok vannak, és a jogának a feladata ezt meggyógyítani. És hogyan történik? Ugye 6. fejezet Bhagavad Gita-nak miről beszél?
A Gyana Dhyana jogáról, ugye? És akkor rögtön ott Krishna mondja, miről szól a joga. Udharet atmanatmanam asadayat, atmavaripur atmanam bandur atmanam. Lehet, egy kicsit cseréltem a szavakat, de lényeg, hogy a jóga az nem a testről szól, hanem az elmével. Embernek elme segítségével kell fejlődni, nem pedig degradálni. Elme tud lenni barát, és tud lenni ellenség. Utána kicsit később mondja a versbe, ha az, aki legyőzte az elmét, annak az elme baráta válik, ha akit nem győzte le az elmét, azt legyőzte az elméje, és ellenségé válik. Szóval rögtön Krishna ezt mondja Bhagavad Gita-ba, és utána pont csak erről fog beszélni, ugye, hogy az elme. És ezért a yama, niyama, van öt yama, öt niyama. Ez az tiltások, mit nem szabad csinálni, és öt yama, mi az, amit kell gyakorolni. Miért kell? Hogyha ezt a kettőt valaki gyakorol, akkor elme kezd fegyelem alá kerülni, és ember, aki gyakorol yamát, niyamát, akkor ő képesített lesz kicsikét figyelni az életre. A yama niyama nélkül asana nem lesz helyes, nem fog működni. Nagyon fontos, hogy ember megtanuljon egyáltalán, megértsen, hogy van elméje, és figyelni rá. Mert mikor yama niyama gyakorolsz, ugye az elme akarja ezt csinálni, azt csinálni, de te szabályozol, beteszel a ilyen keretekbe, és akkor szabályozol. Amikor itt eléri egy bizonyos fokozatot, hogy van egy képesség egy kicsit összpontosítani az elmét, mert ez eredményezni fog, a yama niyama, akkor képes, természetesen minden egy guru mellett kell történni, aki látja, hogyan fejlődik a tanítvány, és utána ez lehet párhuzamosan kell persze csinálni, ezt a hármat akár, vagy négyet, De mi nézzünk, hogy sorrendben hogyan történik. Amikor megvan a képesség koncentrálni, akkor csak lehet ászánát gyakorolni. Na most itt, amikor ember kezd gyakorolni yama niyamát, ezek a gyakorlatok a csittába, ugye a tudatba van nekünk, ezek a szamszkárok, élmények, karma, vágyak, ezt kicsit tisztul. Tisztul a karma, amikor valaki yama niyamát gyakorol. Ettől elme egy kicsit kezd összeszedt lenni. Hát, hogyha mi megnézünk nagyon szigorúan, aki yama niyamát követi, ebben a világban tiszta szentnek lehet számítani. Annyira erős az ember lesz. Szóval nagyon-nagyon ritka, nincs is olyan ember. Szóval ez egy nagyon magas szint. Nagyon magas szint. És itt szoktak be és állni sokan, mert akkor elért, én szent vagyok, mindenki engem szeret, tisztel, bölcs vagyok, mert ez már egy komoly, ugye, tudat, állapot, és akkor tovább nem megyek. De aszánára, amikor lép, akkor ugye, ami az elmébe, hát vannak nekünk ezek a sérelmek, traumák, szamszkárok csittába, tudatba, memóriába. Ezek okozzák az elmébe ezek a vritiket, a blokkokat, traumákokat, sértődéseket, minden. Ez pedig okozza mindenféle energetikus blokkokat a szervekbe, a csakrákba, mindenhol. És aszana ez a lényeg, aszanának, hogy ember mikor ül egy ilyenféle poszba, akkor koncentrálódik a prána egyikféle szervbe, és oldja a blokkot, és elmébe is oldja a blokkot. Ez a teljesen mechanikus dolog. Közben itt, mivel blokkok oldanak, az ő elmének képesítése összpontosítani még erősebb lesz. Mert itt sokkal nehezebb összpontosítani az elmét, mert sokkal finomabb dolgokról van szó, mint itt követni szabályokat. Itt pránára kell figyelni. És akkor ő tanul figyelni. Meggyógyul mellékhatásként. Most ugye a jóga az a fő dolog, hogy meggyógyuljanak, de mellékhatásként meggyógyul. Utána jön a pránajáma szinten, nézzünk az időt. Jó, még el fogunk érni a szamádit, még ma, reggeli előtt, megígérem. Pránajáma szintén egy mesterséges gyakorlat. Át kell menni az ászánán, mert ezt a finom pránát itt megtanul ember figyelni. Mert ugye az aszanában egyik fő
a feladat, meg kell érezni és figyelni, hogyan áramlik a prána a szervekbe, ide-oda, jobbra-balra. Fölle, ugye, van ötféle prána, vagy, hát van 10 prána, 5 elsődleges, 5 másodlagos, az elsődleges prána, manasa, mana, viana, udana, ezek az 5 pránákat, akkor őket elkezd utána, amikor megtanult, hogy mi az a prána, mert sokszor emberek mondják, pránájámat gyakorolok. De várjál, te nem is tudsz, hol van a prána. Először kell érezni a pránát. És ezért aszanában ezt megcsinálni kell. És utána ember kezd prána ayama. Ayama az azt jelenti kontrollálni, fegyelmezni. Szóval ember tanul pránát, Sisiradha Sama Sundar Ki Jai, pránát irányítani. És amikor ő, ugye vannak különböző, ez is egy ilyen teljesen mesterséges, hogy hogyan fog irányítani. Vannak ugye speciális gyakorlatok, és hogyan működik a pránájáma. Úgy működik a pránájáma, hogy az embernek a tudat állapota és a légzés ritmusa, vagy mintázata mindig egyezik bizonyos hangulata. Hogyha ember dühös, akkor egyféleképpen fog lélegezni. Hogyha ember boldog, másféleképpen lélegezik. Hogyha szerelmes, akkor másféleképpen lélegzik. Szóval minden tudatállapot, ez egy lélegzés. És a pranayama azt csinálja, van, hát ott van ugye hiperventiláció, van akkor visszatartás levegő, lassítás. Lényeg, hogy ezek olyan légzési minták, ami változtatja az elmének a hangulatot. Szóval mesterségesen hat arra a szamszkára, ami az elmében van, a légzés keresztül. És szóval visszafele, ugye, hogyha nekem van a tudatállapotom, ez hat a légzésre. A pránájáma, hogy én légzés keresztül hatom a tudatomra. Visszafele csinál. Teljesen mesterséges dolog. A mellékhatása hosszú lesz az élet. Ugye? És a lényeg még mindig nem ezek a dolgok. A lényeg az, hogy itt elmét megtanultam fegyelmezni, hogy utána, ugye, hogy ahhoz, hogy érzéktárgyaktól elvonjak az érzékeket, az csak az elme segítségével lehet, és ezért kell erősíteni az elmét. Akkor itt tanulom, mert szabályozom az elmét, nem csinálok, amit akar az elmém. Itt még mélyebben, itt még nagyobb koncentráció, és utána jön a pratyahára gyakorlat. 8 perc, mert nem ez a lényeg a bhakti yoga. És akkor pratyahára, ahára, az azt jelenti, hogy ahára ez a táplálékot jelent. És minden érzékünknek van táplálék. Szemnek a forma, fülnek a hang, nyelvnek a ízek, bőrnek a tapintás. És pratyahára, ez azt jelenti, hogy én ülök, jönnek a hangok, nem hallok. Mennek a formák, nem látok. Jönnek az illatok, nem érzek. Vágnak engem darabokra, nem érzek. Ugye ez a pratyahára, amikor a tudatot elvonom az érzékszervektől, és ez csak akkor tudok megcsinálni, amikor pránájámával megerősítettem az elmémet, hogy annyira tudok, hogy érzékekből elvonom a tudatomat. Mert hogyan érzékelünk mi? A mi érzékenk úgy működik, hogy a tudat kiterjeszti magát minden szervbe, sejtbe, mint a nap egy helyen van, de a fényt kiterjeszti egész univerzumban, ugyanúgy itt a lélek kiterjeszti. És mivel tudat mindenhol van a testben, azért mi minden érzékünk látjunk. Ugye néha olyan van, amikor mi valamivel foglalkozunk, és valaki szól hozzánk, és nem hallunk, és mondja, te már fél órát szólok neked, te nem hallottam. Miért? Mert elvontunk a tudatunkat a fülünktől arra, amit csináljunk. Szóval ez a pratyahára, csak mi ezt véletlenül tudjunk csinálni néha, de pratyahára ez, mikor tudatosan elvonom. És ez pont adja ezt az erős elméjét, hogy elkülönüljön a világtól, és független legyen. És mikor jön a dhárana, ez a koncentráció,
Itt már ember kezd összpontosítani a tudatot, itt már jönnek a misztikus képességet, aztán kezd itt beakadni az ember, lesz belőle fakír, varázsló, bohóc, meg minden, el fog tüntetni a vonatukat, meg, szóval már ilyen bohóckodást csinál, egész tévében, egész világban mutatnak, és ember eltéved. Elveszítette a fonalat. Dhyán, ez már meditáció, és a szamádhi, ez mély meditáció. Dhyána, úgy mondják, a dhyána ez a meditáció, amikor folyik a víz, és akkor olyan sűrű az elme, folyik. De a víz az néha csepekre így szétesik. A szamádhi, ez olyan, mint a méz. Olyan mély, sűrű meditáció, ugye a méz nagyon ilyen vastagon, és akkor nagyon sűrűen így folyik a méz. Ez a szamádhi. Lényeg, hogy a szamádhiba, hogyha ideig átment, 700 év után minimum, hát ügyeseknek 400 év is elég, azért, lehet gyorsabban, akkor paramátmát fog elérni. Itt. Nem, hazudtam. Először megvalósítja, hogy én vagyok a lélek. Utána még egy pár száz év múlva paramátmát fog látni, és ennyi. Na ez most nagyon mesterséges, ugye? Ezt csinálni, ez nem lehet. Nem tudjunk Krisna völgyben ezt csinálni. Ez mesterséges. Ez is Srila Prabhupád egyszer előveszi egyik jogát, itt a magyarázatban, a másik jogát, és mondja, hogy ez lehetetlen dolog, mert túl drasztikus a feltételek, és nem természetes. Ez mesterséges. És a végén is mondta, elmét nem lehet inaktiválni. Ez pedig ez egy ilyen erőszakos dolog, meg kell erőszakolni a saját elmét. Ezért nem működik. Ugye, de hogyha mi fogjunk a szót jóga, mit jelent, hogy jóga? Kapcsolat Istennel, igen. De van még egy jelentősége. Szóval igen, egyik az a kapcsolat Istennel, a másik jelentősége kapcsolat megszüntetése. Anyagi világgal. És ezért a bhakti jóga, ugye ez egy természetes dolog, mert itt ember kapcsolja össze az elméjét, szolgálattal, gondolatokkal, Krisnáról, és így tovább. Ezáltal rögtön ezeket a dolgokat éri el. Nagyon sokkal gyorsabban, és sokkal természetesebben. És sőt, a kettő között még ez egy komoly különbség, hogyha a baktánál, fogunk a joga, a jogi, ő egyedül van. Ott az erdőben van, lehet, hogy neki gurúja, vagy valaki, de az ő gyakorlatban ő csak saját magára számít, saját erőfeszítésre, amennyire ő képes, amennyit tud kifacsarni magából, ennyit gyakorolni képes és fejlődni. És a bhakti jógában ott van a bhakta, és ott van Krishna. Oda fog jönni rád, és olyan szerencsétlen, hogy ha nem megy nekem semmi, nem tudom csinálni, segítsitek, ugye? És akkor ezért ahhoz, hogy valaki már a jó ezt gyakoroljon, az nagyon-nagyon erős embernek kell lennie már születés óta, ami ilyen most nem születik. Kik születnek? Hát most nem baktákról beszélek, de amúgy világban Varna Sankara, ugye? Varna Sankara, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szerencsétlen születésű személyek, mondjuk így, és ők képesek gyakorolni a bhakti jógát. Mert természetes. Mert hogyha elkezdenek ugye gyakorolni bhakti jógát, akkor képesek fejlődni. Miért? Azért, mert minden gondolat, ami Krisnával van, minden tárgy, ami Krisna elégedettségre van ajánlva, szolgálva, az transzcendentális, az anyagi természet törvényé felül van. És ezért nem kell ilyen erősen, kegyetlenül magát megerőszakolni, hanem csak össze kell kötni minden Krisnával, és akkor ember tud szépen fejlődni, és akkor nagyon gyorsan, és közben boldog lesz. Énekel, táncol, eszik finomokat, olvassa érdekeseket, és akkor ez a bhakti joga. Ugye? Szóval így most ellenőriztünk, hogy Srila Prabhupád kiderült tényleg egy nagyon szakértő, és amit ő mond, az az abszolút igazság, az hibátlan. Lehet sok minden másféle analizikusokat csinálni, de most látunk, hogy a bhakti jóga az milyen. Egy percben elmesélek még, mert ma van Murári Guptának
megjelenési napja, szerintem, nem, még nem eltávozási megjelenése, ugye? Murári Gupta ugye a Orcsitánya idejében élt, aki egy közel társa volt Orcsitányához, és nagyon a gyerek korába, Orcsitánya gyerek korában tanú volt a Orcsitányának a keftelésekről, és azt olvastam, hogy ő első, aki írt a könyvet Orcsitányáról. Krisna Chaitanya Charitamrita, ez volt a könyv, amit írt a Murári Gupta. Ő Ayurvéda családból származik, és ezért ő is nagyon jó Ayurvéda orvos volt, amiért Orcsitánya haragudott is rá párszor, mert jogát tanított. És mikor Pranayama mutatta Nadi Shodhanát, ezt úgy hívják, ezt a gyakorlatot, akkor Orcsitánya kiszalad mindig, mert ment ilyen, ő nagy professzor volt, és ment Komó, és mindenki mellette ment, és nézték, és hallgatták, és akkor mutatta, akkor így Pranayama, minden, és akkor Orcsitánya, ilyeneket csinált. És akkor Nimáj, mit csinálsz? Nimáj. Mert ő idősebb volt, mint Nimáj, és akkor mindig próbálta Nimájt fegyelmezni. És nagyon gyakran vitatkozták. Nagyon gyakran. És általában ki győzött? Nimáj győzött. És akkor most olvastam, hogy olyan egyszer volt, hogy ők pont Gangesbe voltak, fürdöttek, és ott valahogy elkezdtek vitatkozni valamilyen igazságot, és annyira felhergeltek egymással, elkezdtek verekedni. És akkor ott verekedtek, persze szeretett verekedéssel. És hát igen, aztán ugye, mikor Orcsitánya elment Jagannath Puriba, akkor minden évben feleségével Murári Gupta járt hozzá, és Murári Gupta előző, vagy ő Hanumánnak volt a, hogy mondjuk, ki? Hát ő volt a Hanumán, magyarul. Hogy? Így van, Ráma Lilában Hanumán volt, és akkor egyszer Orcsitánya mondta neki, hogy te miért Ráma Csándra neveket énekelsz, Ráman meditálsz? Neked Krishna, Ráda Krishnán kell meditálni. És akkor próbálkozott, de annyira nem ment, hogy már imádkozott, próbálta meditálni Krishnára, de mindig Ráma volt neki az elmében, és akkor már mondta, hogy Rámának, vagy Krishnának, hogy én ezt itt nem tudok megcsinálni, hogy már legyek öngyilkos, mert ez így nem megy nekem. És utána eljött Orcsitányához, és teljesen szét volt törve, mert Orcsitánya legyőzött a vitába, hogy Krishna azért jobb, mint a Ráma, és mondta, hogy nem tudok így csinálni, hogy te kérsz, akkor nekem csak a halál a megoldás. És akkor Chaitanya Mahaprabhu mondta, nem, ez csak vicc volt, mert te vagy Hanumán, és ezért te tökéletesen meditálsz az órámon. És akkor így röviden a Murári Guptáról. Köszönöm szépen, kérdéseket lehet akkor Facebook, mindenhol. Köszönjük szépen. Shishi Radha Shyama Sundar ki jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Grantara Srimad Bhagavatam ki jaj, Nitai Gaura Premanandi, Hari Bol.